Lehet-e folyamatosan pozitívnak maradni minden élethelyzetben? Egyes kutatások szerint pozitív életszemlélet és az, hogyha a dolgoknak mindig a napos oldalát nézzük, akár károkat is okozhat. Erről kérdezzük most szakértőnket, Barkó Otíliát, pszichológust. Sok szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Köszönöm. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. És ugye itt említettem azt, hogy ugye pozitív hozzáállás az ugye nagyon fontos, de mikor lehet káros? Egy időben ezt a pozitív gondolkodás dolgot, ezt ugyanúgy felkapták, mint minden mást. Ennek is lett egy ilyen felkapott, internet által megcsúcsált variációja a pozitív gondolkodásnak, de hogy egyébként ez egy nagyon régi dolog, és egyébként pedig ez nem a modern és civilizált embernek a hozzáállása az élethez, vagy éppen nem hozzáállása az élethez. Ez nagyon-nagyon régi hozzáállása vallásoknak, hitrendszereknek, kultúráknak az élethez. Ez tulajdonképpen egy tudati hozzáállás az életemhez, az, hogy pozitívan vagy nem pozitívan gondolkodom. Most a pozitív gondolkodás pont azért, mert nagyon sokan, nagyon sokfélét írtak róla, nagyon könnyen félreértették az emberek, ugyanúgy járt, mint az önszeretet. Tehát az önszeretetből is csinált az internet, és a televízió egy egoisztikus, frivol, magamutogató magatartást, azt hitett el az emberekkel, hogy ez tulajdonképpen az, és senkit nem kell figyelembe vennem, azt jelenti az önszeretet. Pedig hát az önszeretet egy csöndes, jóindulatú hozzáállás magamhoz. A pozitív gondolkodás hol kezdődik egyébként? A pozitív gondolkodással kapcsolatban az szokott lenni problémája az embereknek, hogy nem tudják, hogy mi az. Azt hiszik, hogy a pozitív gondolkodás az, hogy egyébként ülök egy rettenetesen kellemetlen és fájdalmas szituációban, és nekem arról azt kell gondolnom, hogy ez nekem jó. Azt kell éreznem, hogy én nagyon-nagyon jól érzem magam. Azt kell gondolnom, hogy egyébként ez nagyon helyes, fontos és nem fájdalmas helyzet, amiben ezt vagyok. Ezt kell mutatnom a külvilág felé. Meg magamnak. Igen, magamnak. Hogy ez a pozitív gondolkodás, de ez, látjuk, hogy ez hazugság. Tehát ez nem pozitív gondolkodás. Önállítás. Ez egy önállítás. Igen, így van. A pozitív gondolkodás, ami alapvetően megkülönbözteti ettől az önállítástól, az ott kezdődik, hogy szembenézek azzal, amiben vagyok. Hogy ki vagyok én, miben ülök, szétnézek, és amikor szétnézek, és látom, hogy miben vagyok, miben ülök, akkor már elkezdődött a pozitív gondolkodás, mert ehhez egy bátorság kell azért. Igaz? Szétnézni, hogy milyen párkapcsolatban ülök, milyen élethelyzetben ülök, milyen testben ülök, milyen munkahelyen ülök, és látnom kell ennek, vagy milyen családi kapcsolatok között ülök, és látnom kell azt, hogy milyen jó és milyen nem jó nekem ebben az egészben. És amikor ezen elgondolkodom, hogy esetleg mi, ami engem bánt, vagy nekem nem jó, akkor elkezdek gondolkozni azon, hogy én ezen tudok változtatni, vagy nem tudok változtatni, vagy ezen lehet esetleg változtatni? Mert lehet, hogy én nem látom, de egyébként meg lehet változtatni. Ezért nagyon becsapós az összes social media oldal, mert nagyon sok ember és nagyon sok fiatal fiú és lány hiszi azt, hogy úristen, nekik megy, nekem meg nem. Egyébként ezzel fiatal anyukák is így vannak, nem hiszem el, hogy az ő gyereke ilyen rendes és normális, és neki minden flottul megy, vagy az ő házassága olyan szuper, nekem meg nem megy, én meg béna vagyok, nekem nem megy ez, nekik meg igen, ez hogy van? Na ez egy nagy hazugság. Ez és ez egy frusztrációt okoz nagyon sok emberben egyébként. Lehet, hogy ez a megfogalmazás sem a tökéletes, egy pozitív gondolkodás, mert itt igazából inkább szembenézés a problémáinkkal jelentheti azt, amit mi pozitív gondolkodás alatt értünk, hogy valóban felszínre akarjuk hozni, fel akarjuk tárni, hogy mik azok, amelyek problémát okoznak az életünkbe, és ezekre próbálunk választ keresni. Jól értelmezem? Igen, nagyon jó a látásmód, valóban valami ilyesmiről van szó, amikor elkezdek őszinte lenni magammal. Az egy óriási lépés az életemben. Amikor elkezdem látni, például ez a házasságokban nagyon erősen jelen van, elkezdek szembenézni azzal, hogy ide jutottunk, hogy ez van, és nekem ebben felelősségem van. Nem igaz, hogy a másik csinálta az egészet. Én is ott voltam.
Én is jelen voltam, vagy éppen azzal, hogy nem voltam jelen, tettem azt, vagy nem tettem azt, amit kellett volna. Tehát amikor már szembenézek a valóságommal, akkor már elkezdtem gyógyulni. Mert tulajdonképpen a pozitív szemlélet az azt jelenti, hogy felismerem, hogy hol vagyok, mi történik körülöttem, felismerem ebben az én felelősségemet, ez nagyon fontos szó ebben, a felelősségemet, hogy igen, valamiféleképpen tehetek én is erről, lehet, hogy nem akartam ezt a rákot, nem akartam ezt a betegséget, de tudatalatt valahogy mégis úgy működtem, hogy összeszedtem ezt az egészet, szembenézek vele, és elkezdem megkeresni a kiútjaimat valamiféle gyógyulás felé, valamiféle látásmódváltás felé. Megpróbálok kiúszni a partra. És ki segíthet nekünk ebben, vagy milyen módon lehet ezt elkezdeni? Sokszor önmagunk gyengék vagyunk ehhez, hogy ezt megtegyük. Lehet, hogy a felismerésig eljutunk, de már konkrét lépéseket egyedül megtenni nem biztos, hogy képesek vagyunk. Én nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor addig sem, tehát az is rettenetesen nehéz, hogy felismerjék az emberek, hogy miben ülnek, tagadják, hárítják, mert akkor tenni kéne valamit. Akkor szembe kellene nézni azzal, hogy nem működik a házasságom, úristen, akkor ennek mi lesz a következménye, inkább nem látom. Tennem kéne azzal kapcsolatban, hogy megaláz a főnököm, akkor tennem kéne valamit, akkor inkább nem látom, elkerülöm. Tennem kéne azzal kapcsolatban, hogy nem jól működik a testem, ugyanúgy, mint az anyámnak nem jól működött a teste, akkor én inkább ezt nem akarom látni. Majd látom, amikor már nem nézhetek félre. És amikor egy ember ennyire bátor, hogy felismeri, hogy problémája van, és felismeri, hogy utakat keres, és talán nem talál, akkor lesz annyira bátor is, hogy keres valakit. Először elmondja a barátnőinek, vagy a barátainak, vagy az anyjának, vagy a testvérének, vagy a kutyájának, vagy bárkinek bevallja. Ez inkább arról szól, ismerjük mindannyian azt a barátnői helyzetet, amikor a barátnőnk nem kíváncsi arra, hogy mi válaszoljunk a problémájáról, csak el akarja mondani. Igazából ez egy felhangosítás. Felhangosítja, és szint val maga előtt. Neked, a barátnőjének elmeri mondani, hangosan kimeri mondani, az már a bátorságának egy nagy jele. A panaszkodás és a színvallás között az a különbség, hogy amíg én szint vallok és hangosan felmerem végre vállalni, hogy hol van az én problémám, mi történik körülöttem, hol tartok az életemben, a következő találkozásunkkor, vagy még akkor kíváncsi leszek arra, hogy te mit gondolsz. Először csak arra van szükségem, hogy figyelj, hallgass, és érezz együtt velem. A panaszkodás abban különbözik, hogy ez nem történik meg harmadjára, negyedjére, kilencedjére sem, csak azt akarom, hogy szenvedhessek. Nem akarok válaszokat a problémáimra, meg se hallom, amit mondasz. Csak elmondja neki, hogy ez a probléma, de az nem érdekel, hogy neki mi a válasz. Csak hajtogatja a problémáját, mert ő valójában addig jutott el, hogy felismerte, de nem akar kiútakat keresni, mert látja, hogy egy rettenetesen sötét és félelmetes erdőn keresztül vezet az út az ő megoldásáig. Nagyon szeretem a Viskó című filmet, abban mondja az Atya című, ugye az Atya nevű szereplő, hogy te fájdalommentes életre vágysz, és ilyen nincs, ez nem létezik. Én ezt nagyon sok embernek el szoktam mondani, hogy ha meg akarsz oldani egy problémát, akkor ez fájni fog, de végül sokkal jobb lehet az életed. Ha meg se próbálod, akkor biztos, hogy elbuksz. A gyerekeket hogyan lehet már kicsikorban úgy nevelni, hogy ezzel hozzáállással álljanak hozzá az élethez? Nekem van két fiam, én azt szoktam csinálni, és azt szoktam mondani a szülőknek is, hogy egyetlen egy dolgot tehetsz, azt, hogy beszélsz velük őszintén. Na, az okság az nem működik. A gyerekekkel szemben különösen nem. Nem hiszek abban, hogy bármit el tudok vele érni. Én azt látom, hogy bármennyi idősek is a gyerekek, azzal, hogyha az ő szintjükön őszinte vagyok velük, és mondjuk annyira avatom be a problémáimba őket, amit még ők képesek
elfogadni vagy elviselni, nem akasztok a nyakukba felnőtt problémákat, hogy mennyi pénzt kell befizetnem számlákra, vagy hogy mennyire vagyok elégedetlen esetleg a fizikai testem különböző részeivel. Ez nem a gyerekek számára való probléma, ilyeneket nem mondok nekik, viszont azt, hogyha szomorú vagyok, vagy túlhajszolt, vagy bármi problémám van, akkor elmondom, hogy figyeljetek gyerekek, anya fáradt, sokat dolgoztam, ezért kedvetlen is vagyok, és adjatok nekem egy fél órát, összeszedem magam, és utána minden mehet a maga útján. És a gyerekek megtanulnak egy őszinte és nyílt kommunikációt, hogy nem csak a szép dolgokról lehet beszélni. Tudjátok, nagyon sokszor ott csúsznak el a szülő-gyerek kommunikációk, és azért tanulják meg a gyerekek a hazug kommunikációt két dolog miatt. Az egyik, mert azt hiszi, hogy anya csak a szép dolgokra kíváncsi, mert a rosszakat nem akarja hallani, mert nem tud vele mit kezdeni. Nagyon sokszor azért, mert ő se tud a saját problémáival mit kezdeni. Tehát ez nem akarja hallani, hogy én rossz tanuló vagyok, meg én rosszul érzem magam a suliban. Jó van már, ne nyafogja már, bírt már ki, hessegessük el a problémát, de hogyha valami jó dolog van, akkor dicsekszünk a gyerekünkkel, ugye? Jaj, arról szívesen hallunk, ó, micsoda, szép dolog, elmondjuk a barátnőnknek, elmondjuk mindenkinek. Mi a helyzet? A gyerekünkkel is a szép dolgokkal próbálunk beszélni. Mi a helyzet? Megtanulja a gyerek, hogy a velem kapcsolatos jó események vállalhatóak, a rosszak pedig nem. Nem beszélünk róla. Ez a helyzet akkor is, amikor a párkapcsolattal probléma van. És nem akarjuk tudomásul venni, hogy romokban a házasságunk, és egyébként pedig már régen elváltunk érzelmileg évekkel ezelőtt, de azt mondjuk, hogy a gyerekek miatt együtt maradunk. Mit tanul az a gyerek? Tudod, mit tanul? Az, hogy a szőnyeg alá kell söpörni. Egyrészt a problémákat is így van, ahogy mondod, a problémákat a szőnyeg alá kell söpörni, a másik, hogy ilyen az igazi férfinői kapcsolat. Ez csodás, nekem is ilyen lesz, ilyen nő leszek. Mintákat közvetítünk. És a férjem ilyen férfi lesz. Igen. Igen, az őszintesség az rendkívül fontos dolog. Igen. Egyébként abban is, hogy a gyerekeket erre a nyitott kommunikációra tudjuk nevelni, és képesek legyenek megküzdeni az életük során felmerülő problémákkal. Rengeteget lehetne erről beszélni szerintem, és könyvek is teltek meg ezzel. De nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgethettünk erről a nagyon fontos témáról. Köszönöm szépen én is.